Sziasztok! Itt vagyunk a moziba, megnézzük a Suzumi című filmet, amivel a mondóban is cikk van, és a boltóképen is található. Én András vagyok, a főszervező, velem van Lugi, a színpadtechnikusunk, és Barbara, az asszisztensünk. A Suzume Shinkai Makoto legújabb alkotása, mely egy akciódús, animációs film egy 17 éves iskolás lányjal a főszerepben, aki másvilági ajtókat segít bezárni egy titokzatos idegennek. A filmről a Tavaszi Mondó magazinban is olvashattatok, illetve a Tavaszi Mondokonon is volt róla beszélgető műsor. Mivel a filmet a hazai mozik is vetítik, még Kon előtt a Mondokon stábja is beült rá. Ha kíváncsiak vagytok a véleményükre, tartsatok velünk! Alapvetően én nem vagyok annyira oda a Shinkai Makoto munkásságáért, nem azért, mert nem szeretem, hanem mert nem követtem annyira. Ez egy egészen kellemes, jó kis filmecske volt. Nagyon szép volt a képi világa, tényleg szépen ki volt dolgozva az összes rajz, az összes része az egésznek. A történet vezetésével voltak nekem apró gondjaim, de amúgy maga a alaptörténet nagyon jó volt. Úgyhogy igazából egy teljesen jó kis összerakott filmet kaptunk. Ismétlem, vannak benne kérdőjelek számomra, amit nem egészen értettem, hogy miért, meg hogyan, de az egésznek az összességét nem rontja el, a karaktereket nagyon jól felépítették, nagyon szerethetőek, van benne cukiságfaktor, egy kis dráma, igazából minden megtartó benne, ami egy jó filmhez kell, pörgős, végig az egész, nem nagyon tudsz aludni rajta, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki nézzétek meg, játsszák a mozikba. Viszonylag laikusként jöttem el megnézni a filmet, nem nagyon láttam így akkor az alkotó korábbi munkásságai közül semmit, de ennek ellenére azt mondom, hogy abszolút megéri megnézni, nagyon szép volt a képi világa, részemre a cukiságfaktort azt kimaxolta, a zenéket is egyébként szerintem nagyon eltalálták, nagyon sokat dobott a hangulaton, és maga a történetszál is végül is kapott egy ilyen viszonylag kerek befejezést. Nem mondom, volt egy-két rész, ahol szerintem nem teljesen fejtették ki, hogy miért ott tartunk ahol, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy élvezhető, és mindenképpen gyertek el megnézni, hogyha úgy gondoljátok, hogy így nagy vásznon szeretnétek látni egy olyan igazán szép és jó animét. Hát ez nagyon kellemes csalódás volt nekem az eddigi Shinkai filmekhez nézve. Nyilván most ez a mozifilm is hozta a kötelezőt, tehát a nagyon szép, egyedi, könnyen felismerhető animációt, ami Shinkaira jellemző, a különböző Shinkai toposzokat, vonatok, stb., amik szoktak szerepelni a filmjeiben. Nekem az volt most nagyon nagy pozitív csalódás és előrelépés szerintem, hogy a végre a sztoriba össze tudta magát szedni, mint forgatókönyvírói oldalról. Mert a korábbi filmjén nekem pont ez volt a zavaró, hogy sokszor nem tudott mit kezdeni a karakterével, nem tudta a játékidő alatt rendesen kibontani őket, illetve ezeket a plot hole-ok maradtak a sztoriban. Ez a Suzume, ez most teljesen jó volt, és szerintem egy teljesen kerek egészet alkotott, volt benne minden, ami kell a drámán, a romantikán át, a humorig, szóval tökéletes volt most szerintem, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, amíg teheti. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! További tartalmakért kövessetek minket a közösségi médián, Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!